Már csak pár pillanat és kezdődik a heti TV reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Ezrandás a Mazsihisz elnöke, az Ernyő szervezeté. Látják, így szorongatom a kipámat, és mind valami tésztát húzogatom. És azon gondolkodom, hogy most akkor balra mennek, vagy jobbra. Tudják, mit föltesszük. Ebből baj nem lehet. Aztán, hogy ők leveszik a kipát, vagy sem, az a jövő zenéje. Erről fogom kérdezni a Mazsihisz elnökét, Heizler Andrást, akinek rofuás lémá, azaz gyors gyógyulást a Covid-ból már kijött, de helyette itt a lumbárgó, és még millió betegség van, fölüti a kompjúterbe a hipohondriát, és mindent talál. Köszönöm szépen a jó kívánságot. András, ha valakit az utónevén szólítok, akkor biztos valami nagyon intim dolog fog következni. Mit gondol a neológián belüli vitákról, reform közösségek, erősödés, gyengülés, nők olvasnak, nem olvasnak, segítettünk az 1%-ot összegyűjteni, amit évekkel ezelőtt ön úgy határozott meg, vagy te úgy határoztad meg, hogy a színes, a nyitott világra. Hát most nagyon színes, de a színek, minthogyha egymásba kapaszkodtak volna. Kik az urak a házba? A rabbik, a kvázi az egyházi vezetők, vagy a választott civil vezetők, vagy mi a jövő? Ugye a Mazsihisznél ez formálisan nagyon szépen szét van választva. Van a világi vezetés, a Mazsihisznek világi vezetése van. Na de azok ugyanolyan zsidók, mint a vallási vezetők. És a vallási kérdésekben pedig a rabik azok, akik megmondják, ahogy pestiesen mondják, de ők ott voltak, amikor ön a világra nyitott színes közösségről beszélt. Amikor nem csak, hogy beszéltem én a világra nyitott, nem a változó világra nyitott zsidó közösségről, hanem erről szavazás is volt a közgyűlésünkben, és a közgyűlésünk nagyon sok rabbi támogatásával, több mint kétharmaddal ezt megszavazta, így kerülhetett be az alapszabály. És akkor ők nem feltételezték a zsidó asszonyokról, hogy ők többet akarnak, mint ami a tudnélik, mi illik be a szent könyvekbe, elő van írva? Nekem van egy elméletem, de nem az én elméletem ez. Ugye nagyon sokan azt mondják, nálamnál sokkal okosabbak, akik értenek is a judaizmushoz, hogy a zsidó vallás az egy folyamatos fejlődésnek a folyamatát követi. Tehát ugye valamikor volt Mózesnek a Tórában ott van a 10 parancsolat, utána Maimonidesznek jöttek a törvényei, ami ehhez képest már egy minőségi ugrás volt, hiszen sokkal részletesebben, különböző területekre kiterjedően törvényeket alkottak. Utána a Sulhán Áruk az, amit ma is alapul vesznek az ortodoxiánál és a neológiánál, és nagyon Jószép, fontos, igen. Így van, nagyon fontos Ben Jószépnek, így van, az is egy tovább lépés volt a törvények területén, tehát a zsidó vallás egy folyamatos fejlődésben van. És lehet érzékelni nemzetközi vonalon is, hogy különböző területeken és a vallás különböző irányzataiban nagyon komoly változásokat próbálnak csinálni nagyon sok helyen. Itt a neológián belül én nem tudom eldönteni, hogy mi a helyes út, hiszen én nem vallási vezető vagyok, de azt nagyon fontosnak tartanám, és én erre próbáltam néhány belső levelezésbe ösztökélni a vitában résztvevőket, hogy itten nem egy döntésre van szükség, nem egy hirtelen megoldásra van szükség, hanem ez egy folyamatos munka kell, hogy legyen. Itt azt akarja mondani, hogy a női minyen nyugodtan minyenkedjen magának, amikor nem. Csak nők vannak. Nem akarok én semmit mondani. Én azt akarom mondani, hogy a rabiknak össze kell ülni rendszeresen, tudatosan elemezni a helyzetet, elmondani, hogy kinek milyen elképzelései vannak, hogyan lehet megvalósítani ezeket, hogyan tudnak igazodni a közösségnek az igényeihez, és ebből ki kell hozniuk nekik egy nem egyszínű, egy sokszínű közösséget. Nem lesz ebből egy szakadás?
Én bízom benne, hogy nem, és lesz annyi józanság mindenkibe, mert a neológia korábban sem volt egységes. Tehát a neológiának mindig nagyon sokféle árnyalata volt. És a mai gyakorlatban is, vagy az elmúlt 10-20 év gyakorlatában is, ugye van olyan zsinagóga, ahol orgona szól, van olyan zsinagóga, ahol mehice van, és a hívők azon vitatkoznak, hogy milyen magas és milyen sűrű legyen a mehice. A másik zsinagógában a többség azt se tudja, mi az a mehice, ugye? A nőket és a férfiakat elválasztó kerítés, vagy elválasztó szakasz. Na de orgonás mehice nélküli zsinagógáknak a zsidó unokáit állítják bizonyos emberek, nem nagyon látták még. Nem tudom, hogy találkozott ezzel a fogalommal. Kiknek az unokáit láttuk, akkor inkább visszakérdezek. Nem csak az orgonás mehice nélkül, itt a mehicésnél sem látjuk az unokákat. Ez egy nagyon nagy probléma, hogy nem tudunk olyan szolgáltatást nyújtani, nem tudunk olyan ajánlatot adni a zsidó közösség tagjai számára. Most nem csak a mazsiszről beszélek, én általában a magyarországi zsidóságról beszélek, ami vonzó lenne, hiszen ma a fiataloknak, az unokáknak, a gyerekeknek annyi alternatíva van, amik közül tudnak választani, ami korábban elképzelhetetlen. Szét is szélednek a világ minden szervezetébe, ezer meg ezer színébe, és így nem gyarapodunk, ha bár írva vagyon, hogy sokasodj és szaporodj, töltsd meg a világot, de hát így nem lesz megtöltve a világ, és a magyar zsidóság ebbe akkor most kulcsszerepet játszik. Nem csak magyar zsidóságról beszélek, én gyakorlatilag a teljes diaszpóráról beszélhetek. Tehát hogy a fenébe létezik az, hogy már lapoztunk. Rendben. Hogy a fenébe létezik az, hogy a nemzetközi zsidó szervezetekben ön egy megmondó ember, népszerű, odafigyelnek arra, amit mond, itt meg a saját kis udvarán nem tud rendet csinálni, tehát én idézni tudok az ön nemzetközi megszólalásaiból, ahol Magyarország mintaállam, ahol biztonság van, meg odafigyelnek arra, amit mond, érthetően világosan beszél, és itt a saját kis játszóterén meg ilyen demokratikus dolgok vannak, mindenki száz felé szavaz, majd eldöntik. Ne dramatizáljuk a történeteket. Valójában engem háromszor választottak most meg az elmúlt 9 évben. Hogy mondjam, háromszor választottak meg, mind a háromszor kétharmaddal választottak meg, tehát azért itten, ahogy mondtad, az itteni játszótéren is megvan a helye annak. Na akkor most nem az lenne az észszerű és emberi megoldás, hogy egy süllyedő hajóról nem leszállni, hanem módosítani és bebizonyítani, hogy negyedszerre is a kétharmaddal úgy hagyom itt ezt a közösséget, hogy kinevelek egy utódot, mert most még nem úgy tűnik, hogy lennének utódok. Túl sok utód van. Vannak jelöltek, neveket ne kérdezz, mert úgysem mondok, de... Én is tudok mondani, hogy igen, 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 tehát vannak jelöltek, én bízom benne, hogy a közösség bölcsen fog dönteni, és meg vagyok győződve, hogy én 10 évet lehúztam elnökként, és most nekem félre kell húzódni, hátulról, kívülről nagyon szívesen segítem, támogatom a Magyarországi Ez Zsidóságot. Ez nem megfutamodás? Nem befejezni egy tervet, amit elindított? Nem. Hozta ezt a nyitottságot, most meg kell védeni a nyitottságot, hogy ez stabilan gyökereket engedjen. Így van. Ha most nem jön a negyedik nekifutás. Ugye, jó, de hát nem jöhet, mert az alapszabályunk azt mondja. Alapszabályokat lehet változtatni. Az én kétharmados többséggel mindent. Az én demokrácia felfogásom szerint nem. És ha igen? Mondom, nem. És ha követelik, hogy Heizler maradj? Nem fogják követelni, és ne is követeljék. Még egyszer, nagyon szívesen továbbra is a zsidó közösség érdekében dolgozom, támogatom, segítek, hogyha szükség van rám. Magyarország nagyon sokszínű a zsidóság szempontjából. Mégis úgy tűnik, hogy a probléma nem csak önöknél van, ez egy pozitív probléma, ami önöknél van, hisz vitatkoznak, és a vita hevébe a dolgok megoldása találnak, és talán nem esedik a kérdés. De hát az ortodoxoknál épp a minap reggel olvastam, hogy ott meg mint hogyha demokrácia
hiány lenne. Gondolom, hogy nem akar véleményt mondani, de hát önöknek is, nektek is sokáig közötök volt az ortodoxokhoz. Nem most kéne segíteni nekik talpra állni? Mi mindig jeleztük nekik, azóta is jeleztük nekik, hogy bármikor mi nagyon szívesen segítünk az ő gondjaikba, vagy az ő talpraállásukba. Pillanatnyilag az ortodoxia más irányba kötelezte el magát, úgyhogy ilyen vonatkozásban tőlünk maximum pénzbeli segít fogadnak el. Egy politikustól, hogyha zavarba akarják hozni, akkor megkérdezik, hogy tudja, hogy mennyibe kerül egy kiló krumpli vagy kenyér. Ha a Mazsihisz elnökét akarnám zavarba hozni, akkor megkérdezném, minek utána mindannyian láttuk a képeket, egy ortodox zsidó temető állapotáról és mellékhelységből, hogy tudja, hogy mennyibe kerülne venni nekik egy niagarás WC tartályt, hogy emberi körülmények között mehessenek, meg mossák meg a kezüket a halottaik látogatásakor. Idáig süllyedtünk? Nem tudom, melyik temetőről van szó, de hát annyit azért... Azt hiszem, hogy az Óbudairól. Óbudairól. Jó. Annyit azért tudok, hogy rengeteg forrást használunk föl a zsidó temetőknek a karbantartására és esetenként nem Mazsihisz temetőről van szó. Bézsia temetőről van szó éppen. Nem tudom, hogy ez Bézsia, itt ortodox temetőről lehet, hogy... Hát ha ortodox temető, akkor az az ortodoxiának a kompetenciája, és neki ezt meg kell oldani. Egyébként... És ha nem tudják megoldani, akkor hol van a zsidó összetartás? Ugye eddig az ortodoxiával addig jutottunk el, hogy ők követelték, hogy az összes ortodox, régi ortodox temetőt azt kapják vissza, hiszen a különböző a történelmi folyamatok során a temetőknek olyan nagy része a Mazsihiszhez került a MIOK-on keresztül. Én akkor a következő döntést javasoltam, amit elfogadtak a vezető társaim, és végül is meg is valósult, adjunk át talán 20 ortodox temetőt az ortodoxiának, és utána nézzük meg, hogy egy év múlva mi történik azzal a 20 temetővel. Tehát most látjuk, hogy mi történt. Hát erről van szó. Hezer úr, itt a nyár mindjárt. Így van. Önöknek valamikor volt egy nyaralója, ahova a kispénzű, idősebb zsidó generáció is el tudott menni. Mi történik ott ma? Ha a balatonfüredi üdülőnkre gondolunk, akkor annyi történik, hogy iszonyatos állapotban van az üdülő, az elmúlt 70 évnek a folyamányaként, és gyakorlatilag műszakilag a használhatatlanság állapotában van, vagy annak a szélén van, a határán van. Ezért a Mazsihisz készített egy felújítási tervet, koncepciót erre, önkormányzattal is leegyeztette ezt az egészet, kapott is ígéretet rá, hogy ennek a forrását a magyar kormány fogja biztosítani. Valójában arra várunk, hogy ez az ígéret, ez valamikor megvalósuljon. De közben saját eszközből nem tudjuk ezt megvalósítani. Közben elkezdett kopogni az ajtó nemzetközi gazdasági válság. Hát így van, így van, így van. Tehát biztos, hogy nagyon nehéz helyzet lesz minden területen az elkövetkező időkben. Azzal együtt a Mazsihisz úgy gondolja, hogy azt a tradicionális helyszínt, amelyiket a Balatonfüredi üdülő jelent, azt mindenképpen meg kell menteni, úgyhogy mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy működőképes legyen. Nem lehet mondjuk azt tenni, hogy az idei kulturális fesztiváljuk bevételeit erre költsék? A kulturális fesztivál valós nyereséget nem jelent a Mazsihisz számára, se a BZH számára. Tehát a kulturális fesztivál az jó esetben úszadóval tud kijönni, mint minden más kulturális esemény Magyarországon. Nyerességgel kihozni egy ilyen fesztivált rendkívül nehéz. Köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt, és mi hamarabb nagyon gyors gyógyulás minden betegséget tudjon maga után, hogy további kérdések, nehéz kérdéseket tudjunk föltenni. Köszönöm szépen, megmaradok mindenkit, biztatok, vagy keserítek el ezzel a hírrel. Ez egy örömhír, hogy megmarad mindannyiunk számára, hisz minden zsidó ember számít. Minden ember számít, de a Talmud szerint egy is, úgyhogy ha ön lenne, akkor is számít. Köszönöm a tanítást.
az elmúlt negyed órában Heizer András, a Mazsis elnöke volt stúdiónk vendége. Vannak napjai, amikor örömhírről tud számolni. Ezt legközelebbre tartsuk, hisz hamarosan kezdődnek a beiratkozások, talán már vége is van. Legközelebb a zsidó oktatásról, a zsidó jövőről fogunk beszélgetni. Nem mindig csak a pénzről, meg a temetőkről, ha bár higgyék el. Egy nemzetet arról lehet megismerni, hogy elmegyünk és megnézzük a temetőiket. Természetesen ez az idézet nem az én kútfőmből való. Tartsanak velünk, a viszontlátásra.